Élem Hány ezer éve, hol, melyik földrész szülte ezt a furcsa népet, amelyhez tartozol? Ki volt az ősöd? Kán, emír, sah, fáraó? Írmagja hol fogant te fajnak hajdanán? Ki fia borja vagy, miféle szél hozott? Felej, ha tudsz, cigány, nevezd meg önmagad. Köszöntöm nézőinket, önök a Sorsunk című cigánynépismereti magazinunkat látják. Két hetente jelentkező műsorunkban Magyarország legnagyobb kisebbségének, a cigányságnak múltját és jelenét szeretnénk bemutatni. Mai adásunkban a romák munkaerőpiaci helyzetét mutatjuk be. A tradicionális cigányfoglalkozások piacait a gyáripar megjelenése tette tönkre. Látványos pozitív fordulatot hozott az 1950-es évek iparosítása, amikor a romák a történelemben először jutottak be a munkaerőpiacra. A romák jelenkori munkanélküliségének oka, hogy a válsággal küzdő magyar gazdaságnak nincs szüksége képzetlen munkaerőre, és a háttérben megfigyelhető a diszkrimináció ténye is. Hey, van egy pipám, egy a 14. századtól kezdődően több hullámban érkeztek Magyarországra cigánycsoportok. A legkorábbi időszakban érkezetteket a korabeli privilégium levelek alapján kedvezően fogadták az uradalmak, mert szükség volt az apró falvakban a cigánykovácsok munkájára. Mátyás korabeli dokumentumok, majd a hódoltság korabeli dokumentumok azt mutatják, hogy akkor az országban élő cigányság éppen a kovács mestersége révén jól be tudott illeszkedni a munkamegosztásba. Szükség volt a munkájukra a hadseregben. A hódoltság kora után és a Rákóczi szabadságharc után már nem volt szükség éppen a céhesipar kialakulása miatt a vándorló mesterségekre. A két világháború közti időszakban a cigányok nagy tömegben éltek a falvakban, különösen az egyház és világi uradalmakban, ahol az időszaki munkájukra szüksége volt a mezőgazdaságnak. Ebben az időben már a hagyományos cigánymesterségek jelentős mértékben visszaszorultak, és ez az időszaki mezőgazdasági munka maradt megélhetési lehetőség. Amikor a cigányok nagy tömegben beáramlottak az iparba, ez egy hosszú folyamat volt, mint az egész magyar társadalom vonatkozása, vagy a cigányok vonatkozásában is, csak hát egy bizonyos késéssel léptek be az ipar világába a cigányok. Az egész szocialista iparosítás az úgynevezett extenzív iparfejlesztésre épült, ami annyit jelentett, hogy változatlan technikai színvonalon újabb és újabb munkahelyeket hoztak létre, és ezért a szocializmusnak a 40-es évek végétől kezdve csillapíthatatlan éhsége volt a szocialista iparnak újabb és újabb munkaerőtartalékokra. Egy darabig elsősorban úgy biztosították a munkaerő utánpótlást, hogy kíméletlen harcot folytattak a parasztok a parasztság ellen,
és tulajdonképpen a cigányokra nagyobb tömegben akkor került sor, nagyjából a 60-as évek elejétől, amikor ez a munkaerő tartalék sereg már, ami a parasságba jött, ez már kezdett kiapadni, elapadni. Nem véletlen, hogy 1961-ben született meg az a bizonyos párthatározat, amelynek az egyik legfőbb mondani valója az volt, hogy azok a rendes cigányok, akiknek tartós munkahelye van, lehetőleg ipari munkahelye van, és hogy azért kell mindent megtenni, hogy minél többen legyenek ilyenek. A cigányok voltak legnagyobb arányban azok, akik nem a lakóhelyükön vagy annak közelébe vállaltak munkát, hanem kénytelenek voltak hetelni, ahogy ezt akkor mondták, tehát hétközben munkásszálláson lakni, mert elsősorban a lakóhelyéktől távol találtak megfelelő munkát. Ugye Szabolcsban élt egy nagyon része a cigányoknak, hát ott helyben alig volt számunkra munkalehetőség, a túlnyomó részük Pestre vagy az ország más távolabbi vidékeire, városaiba járt ingázni, és elsősorban az építőiparban dolgozott. Följöttünk mondjuk vasárnap este, mert két hetenként volt a fizetés építőiparban, és akkor vasárnap visszajöttünk, délután jött a vonat, reggelre megérkeztünk hétfőn, aztán elmentünk dolgozni, hullafáradtam, mert egész éjszaka utaztunk a vonatba, hely nem igen volt, mert annyi ember volt ott, magyarok, cigányok, mindenki, ahol le tudott ülni, leült a földre, fölfeküdt a csomagtartóra, mert hát fáradtak voltak, álmosak voltak, minden. Na most képzeljék el azt, hogy mennyi ember volt ott, lögdösték egymást, majd alá estünk a vonat alá, mert törték, zúzták egymást az emberek. A fiatal fiúk beugráltak az ablakon, és úgy foglaltak helyet, és volt szerencsénk nekünk is olyan, aki be tudott ugrani, akkor volt helyünk, ha nem, akkor álltunk, meg a csomagunkra ültünk, úgyhogy nem tudtunk mit csinálni. Aztán nem beszélve arról, hogy olyan vonatokkal utaztunk, hogy nem volt fűtés akkor még, hanem szénnel fűtöttünk, és majd meg fagytunk éjszaka, itták azt a sok büdös pálinkát, aztán cigarettáztak, úgyhogy majd meg fúltunk, kinyitottuk az ablakot, akkor meg hideg volt, kiabált egyik jobban, mint a másik, hogy zárjátok be az ablakot, mert megfagyunk. Ez volt a fekete vonat. Ez volt a lehetőség. Munkásszálló laktunk, nem sokat fizettünk a munkásszállóért, mert én is 70 forintot fizettem akkor egy hónapra. 500 forintot kerestem. Egyben, amikor a vizsgálatot csináltuk, akkor még a cigányok kétharmad része cigánytelepen élt, de az tény, hogy a cigány férfiak 85%-a aktív kereső volt. A cigányoknak akkor 30%-a volt aktív kereső, ami részben onnan származott, hogy sok gyerek volt, és a gyerekekkel otthon kellett maradni. Ez a helyzet fönnmaradt egészen a 80-as évek végéig, és 89-től kezdve kezdett megváltozni. A magyar ipar cikkeit már nem nagyon lehetett eladni sem külföldön, sem belföldön, tehát megkezdődött a bányászatban a munkahelyek számának a csökkentése, a kohászatban és az egész gyáriparban, tehát egy ipartalanítási folyamat kezdődött meg 89-ben, és elsőnek a cigányok kerültek sorra. Vagyis már 89-ben nem 75% volt, hanem annál jóval kevesebb a felnőtt cigány férfiak között a foglalkoztattak aránya, és ez nagyon gyorsan csökkent egészen 93-ig, 94-ig, amikor lecsökkent a férfiaknál a cigány férfiak 28%-ára. Kezdetben ezek, akik munkanélkül voltak, aktíven kerestek munkát maguknak, később azután, mivel elvesztették a reményüket, hogy találnak munkát, ezt föl is adták, az a 500 000 vagy 400 000 ember, aki most munkanélkül van, annak a fele nem is keres munkát, van munkaközvetítő hivatalban vagy valahol, mert abból indul ki, hogy úgyse kap munkát. A 80-as évek közepén
5,3 millió, tehát 5 millió 300 ezer ember volt foglalkoztatva, volt munkaviszonyban, és a 90-es évek elején, mondjuk 93-94-ben, amikor a mélypontját elérte a munkanélküliség, akkor 3 millió 600 ezer ember volt foglalkoztatva, vagyis hogy 1 millió 700 ezer munkahely elveszett. Hát ez egy iszonyú szám. Ugye ez egy őrületes mértékű csökkenés, és tulajdonképpen ez a 3,6 millió lényegesen azóta se növekedett. Ugye a munkanélküli statisztikából úgy tűnik, mintha azért jelentősen csökkent volna a munkanélküliség 93 óta, amikor a hivatalos mélypontot nyilvántartották, de ha megkapírgáljuk a dolgot, akkor az derül ki, hogy a foglalkoztatottak, a hivatalosan foglalkoztatottak száma az alig nőtt 93-hoz képest, csak egyszerűen egy csomóan kikoptak a munkanélküli ellátás rendszeréből, már nem is tartják őket nyilván, és ezért tűnhetnek a munkanélküliségi statisztikák kedvezőbbnek, mint korábban. És hát ez éppen a cigányok szempontjából egy nagyon jelentős kérdés, mert hát ugye azt mutatja, hogy az iskolázatlan, szakképzetlen cigányoknak egy igen jelentős része gyakorlatilag a 90-es évek eleje óta folyamatosan a munkanélküliség állapotában van, csak közülük már nagyon sokan nincsenek is nyilvántartva a munkaügyi központban, nincsenek is regisztrálva, mert már mindenféle ellátási lehetőségből kikoptak. Most egy részük persze hozzájut ilyen-olyan alkalmi idénymunkákhoz, vagy fekete foglalkoztatáshoz, de legálisan hát nagyjából 30% körül van a foglalkoztatottak aránya a cigányok körében. A cigányzenészeknek is, meg a tánczenészeknek is, a stramlisoknak is kitűnő munkalehetőségei voltak, idézőjelben jó világuk volt, de a 70-es években. Ugyanis a forradalom utáni időszakban, amikor kezdtek ugye határnyitások, külföldi szerződések lehetőségeivel, akkor a zenészek mehettek csak külföldre. Nyugdíjas szakma volt a miénk. Kiszorított bennünket az élet. Megszűntek több évtizedes éttermek, olyanok, ahol a cigányzenének egyszerűen paradicsoma volt. Ma Magyarországon ember nincs, aki meg tudja mondani számszerűleg azt, hogy hány helyen van egyáltalán zene. Nagyon kevés embernek van bejelentett munkaviszonya, oly módon, hogy a munkáltatója, az a valóságos munkáltató, aki muzsikáltatja napi X órát. Tehát, ahol alkalmazzák őt. Ez elég kevés. Kialakult az a végzetes helyzet, hogy most már generációkon átnyúlóan se képesek munkát találni. Azt szoktam mondani, hogyha az ember egy szegény közösségbe megy, akkor ott már gyakran nem csak első, hanem második generációs munkanélkülieket is talál az ember, hogyha egy nagyon szegény közösségbe megy, mondjuk egy ilyen gettósodó faluba megy, akkor ott gyakran már harmadik generációs munkanélkülieket talál. Azt lehet mondani, hogy a romáknak 60-70%-a közötti az az arány, ami a munkaképes korban levő romák között, amely korára a munkaképes korban levő romák körében a munkanélküliség tehető, a valóságos munkanélküliség tehető. Ennél sokkal alacsonyabb az hivatalos munkanélküliség, mert mint közismert, hivatalosan munkanélkülinek már nem számít az, aki az elmúlt évben ugye akár csak egy napot dolgozott. Tehát, hogyha valaki közmunkás volt, 15 éve munkanélküli, ez nem számít munkanélkülinek. Ha azt nézzük, hogy ma a roma munkanélküliséget
milyen tényezők magyarázzák a legjobban, akkor ugye azt találjuk, hogy az alacsony képzettség az, ami a legnagyobb mértékben magyarázza a munkanélküliséget, ami nem csak romákra jellemző, csak a romáknál ez nagyon nagy súllyal esik latba. Azonban azt találjuk, hogy miután mindenféle lehetséges változóval, tehát képzettséggel, lakóhelyi változóval, demográfiai tényezőkkel, és itt tovább kontrolláljuk a romák munkanélküliségét, marad egy rész, amit nem tudjuk megmagyarázni semmiféle rendelkezésünkre álló változóval, és ez az, amit az etnikai diszkrimináció a számlájára írunk. Ez egy nagyon jelentős rész. Na most a másik tényező, hogy a romáknak egy jelentős része olyan apró falvakban lakik, ahol ugye közel-távol nincsen munka. 100-150 panaszt kapunk egy évben, és ebből körülbelül a 30%-ában tudjuk megállapítani azt, hogy igen, itt diszkrimináció történt, és akkor valamiféle hatósági eljárást indítunk, vagy pedig, ami az utóbbi időben már jellemző lett, perenkívüli megegyezést kötünk. Még az alkotmányos gondolkodás, illetve ez a fajta gondolkodás nem ivódik be, és nem lesz olyan természetes, mint ahogy levegőt veszünk, addig persze nyerhetünk pereket. De azért én az, hogy Európa tagjává váltunk jogilag és hivatalosan is, azért én ennek nagy jelentőséget tulajdonítok a munkaadók vonatkozásában is. Működik az a fajta gondolkodás, hogy ahol és amelyik cégnél hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak, attól nem rendelünk. Olyan cégnél, akivel szemben fölmerül ennek a gyanúja, illetve eljárás alá van vonva valamilyen módon, az például állami megrendelést egyáltalán ne kaphasson. Nincs más esély. Nem lehet egy millió embert fölöslegesnek tekinteni ebben az országban. Ez az egész magyar társadalomnak az ügye. Önmagában az, hogy valaki dolgozik, az nem csak pénzkereseti lehetőség. Az erkölcsileg is sokat segít az ember. Az emberi méltóságán segít, de lelkileg ez úgy csapódik le, hogy én akkor fölösleges ember vagyok, én rám nincs szüksége senkinek, nincs szüksége a társadalomnak. És ez legalább annyira veszélyes, mint az, hogyha valaki a létminimumon tengeti az életét. 1990 óta minden kormánynak a programjában szerepelt a halmozottan hátrányos helyzetű és különös tekintettel a romák társadalmi integrációjának kérdése. A roma lakosság számosságát tekintve nem lehet néhány év alatt utolérni azt, ami évtizedes lemaradás volt. Ebben a kormányzati ciklusban az 2021/2004-es kormány rendelet tartalmazza a romák társadalmi integrációjának feladatait, aminek alapján intézkedési tervet kellett minden tárcának készíteni, és így a munkaügyi tárcának is, aminek alapvető feladata az, hogy minél nagyobb számban lehessen a romákat bevonni a munkaerőpiacra. Ma a 20 megyei munkaügyi központban 50 roma érintettségű program fut, képzéssel kombinált foglalkoztatás történik. Most jelenleg közel 5000 roma van bevonva a programba, és ennek az összköltsége 3,5 milliárd forint. Nem sikerült olyan struktúrát kialakítani az elmúlt 15 évben, így az elmúlt 4 évben sem, ami megoldás lenne arra, hogy tömegével foglalkoztatnak ma Magyarországon cigányokat. Tartós munkahelyeket nem sikerült az elmúlt 2-3 évben sem csinálni, hanem csak olyan foglalkoztatási módokban dolgoznak a romák, amik időszakosak, tehát 3-5 hónapos közmunkaprogramokba vesznek részt. Ha ez elmúlt, ez a program, akkor ugyanúgy visszakerülnek a munkanélkülek közé, és ez egy nem megoldás. Tehát tulajdonképpen egyáltalán nem látom azt, hogy van-e olyan koncepciója a jelenlegi kormánynak, ami ezen változtatni tudna. A bizottság csak olyan hatáskörrel rendelkezik, hogy a kormányzatot ellenőrzi ezekben a munkákban, amiket ők kormányprogramként meghirdettek. Tehát mi nekünk javaslattételi jogunk lehetne, és lesz is,
a ciklus végére el fog készíteni a bizottság egy ajánlást a kormány felé, ami arról szól, hogy roma foglalkoztatási alapokat kellene létrehozni Magyarországon, és sajnálatos módon olyan tendenciák vannak a roma foglalkoztatásban, hogy romák csak romákat foglalkoztatnak, tehát hangsúlyosan a roma vállalkozásokra kellene rakni a kormányzatnak a hangsúlyt, és ez mai idő szerint nem így történik meg, mert nincsenek ilyen roma alapok. Rövid távon az lenne a megoldás, hogyha a magyar kormányzat olyan gazdaságpolitikát folytatna, ami például a vállalkozásoknak kedvez. Én egy gimnáziumot végeztem, semmilyen szakosításom nincs, igazán kereskedelmi ágon dolgoztam több mint 12 évet, aztán a rendszerváltás hozta, megszűnt a munkahelyem, aztán megpróbáltam kereskedelemben tevékenykedni, mint vállalkozó, de nem sikerült. Aztán a sógorom által, mert ő már akkor építőipari vállalkozó volt, így kerültem az építőipari szakmába. Nagyon negatív irányú diszkriminációval kerülünk szembe. Mai napig csak úgy kapunk munkát, ha nagyon alacsony áron tudunk vállalni. Maga én úgy fogalmaznám, hogy kihasználják a roma vállalkozókat. Sokan tudjuk, hogy a roma társadalom a régi rendszerben is építette Magyarországot, mégsem ismerték el a munkájukat. Ma, hogyha megnézünk nagyon sok építőipari céget, hány cigány embert alkalmaz, nem azért nem alkalmazza, mert nincs jó szakember köztük, de még nem, hogy szakmunkára nem alkalmazza, segéd munkára sem alkalmazza, még tudjuk, hogy a régi rendszerben a kubikus munkára nagyon sok cigány embert vontak be, ma már ez is megszűnt. Az itteni cigány emberek olyan bért tudnak kapni, keresni, amiből fönn tudják tartani a családjukat. Most jövök először a munkaügyi központban, azért jöttem, hogy lejárt a gyesem, két gyermekem van, és munkát szeretnék vállalni. Voltam több helyen, csak sajnos nem sikerült, és azért jöttem ide a munkaügyi központban, hogy sikeresen járjak. Hát elvileg most úgy néz ki, hogy sikerült, most én tőlem függ, hogy beválik vagy sem. Sajnos 8 osztályom van. Zene középiskolát jártam, de nem jártam végig, csak 2 iskolát jártam, mivel a 100 tagú cigányzenekarnak a tagja vagyok. Sajnos nem tudok elhelyezkedni, mivel nincs meg az érettségim. Most kaptam ilyen csomagoló anyag mozgató. Mennyi pénzt ajánlottak ezért? 60 ezer forint. És 12-től 8-ig kell dolgoznom, este 8-ig. Sajnos nagyon nehéz munkát találni, főleg a cigányoknak, megmondom őszintén, mivel hogy én is nagyon sok helyen voltam, és voltak kirakva, hogy vesznek fel munkásokat, tehát bementem, és mondták, hogy meglátták, hogy nyilván a cigány, és egyáltalán azt mondták, utána azt mondták, hogy nincs felvétel. Önök a Sorsunk című cigánynépismereti magazinunkat látták. Szerkesztőségünket elérhetik a 216-3907-es vezetékes, vagy a 0630-683-1970-es számokon. Írjanak nekünk a 1091 Budapest Üllői út 23-as levélcímre, vagy nézzék meg a www.keja.hu internetes oldalunkat. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra 2 hét múlva. Gélem, gélem, longam nedra me, esza. Az FM 88.8-on. A mi rádiónk.